Indul a 88. ünnepi könyvhét, az egyedülálló magyar kulturális rendezvénysorozat a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Országos Szövetségének javaslatára indult el és honosodott meg Magyarországon. Nyíregyházán június 8-ától csütörtöktől kezdődően egészen hétfőig több mint 20 íróval és költővel találkozhat a közönség. A 88. ünnepi könyvhét és 16. gyermekkönyvnapok nyíregyházi programsorozatát a szervezők szeretnék egy különleges irodalmi fesztivállá változtatni. A rendezvény sorozat célja idén is az olvasás és a könyvek népszerűsítése. Nyíregyháza kulturális hagyományainak felidézése lesz egy héten át. Az idei könyvhét díszvendége Zalán Tibor, József Attila díjas költő lesz, de a nagy nevek között meg kell említeni Petőc Andrást is. A szokásokhoz hűen a helyi kortárs írók, költők is felsorakoznak. A nyíregyházi rendezvény különlegessége, hogy megelevenedett könyvlapok címmel életre keltik a Star Wars könyvek hőseit. A vállalkozó szellemű jelmezes hősök közül a legjobbakat jövő héten kedden a díjátadáson ismerik el. A hét alatt ingyenes lesz a beiratkozás a könyvtárba, amnestia hetet hirdetnek. A kisebbekről sem feledkeznek el, többek között lesz könyvcsere akció, kézműves foglalkozás, mesefotózás. Folytatjuk a témát itt a stúdióban. Tomaszowski Anita, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár igazgatója a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, hát azért csak néhány dolgot soroltunk föl ebben a bejátszásban. Ennek van egy különleges hangulata az ünnepi könyvhétnek, illetve a városközpont több pontján is találkozhatnak a rendezvénysorozattal a látogatók. Épp arról beszélgetünk az imént, hogy reméljük, hogy nem fog esni az eső, mert ugye itt a városközpontban egy nagy sátor alatt, illetve hát a művelődési ház előtt, tavaly előtt ott egy nagy sátor alatt lehetett találkozni az írókkal, költőkkel. Milyen szakaszokon fognak elhelyezkedni a város mely szakaszain ezek a pontok, ahová érdemes lesz bekukkantani, megállni és meghallgatni az előadásokat? Idén az ünnepi könyvhét alkalmából 3 napot a Kossuth téren töltünk. Már áll a könyv sátrunk. Bízunk benne, hogy tényleg nem fog esni az eső, és elment ez a rossz idő, ami tegnap este ide érkezett Nyíregyházára és a térségünk felé. A Kossuth téren központi helyen lesz a könyvsátor, ott ázni senki nem fog, mert egy fedett sátorról van szó, és körbe a téren körül lesznek a kecskelábas vásári kis asztalok, ahol a szponzoraink, támogatóink, a könyvkiadók és könyvesboltok jelentkeznek velünk együttműködésbe, hiszen ez egy összefogásnak az eredménye, a fenntartó önkormányzat támogatása nélkül és a szponzorok nélkül nem jöhetett volna létre, mert sajnos pályázatot idén most nem sikerült elnyerni. És természetesen nagyon sok munka áll mögötte, a kollégák éjjel-nappal ezen dolgoznak, hogy idén is nagyon színessé és színvonalassá tegyük az ünnepi könyvhetet, és ugye a hangulatot idén is megadjuk. Ehhez nyújt segítséget az ünnepi megnyitón a Szabolcs koncert fúvózenekar és mazsorett csoport nyitánya. Ezt követi majd a köszöntők, és ugye idén a díszvendégünk Zalán Tibor, József Attila díjas költő lesz. Vele majd utána Kürti László beszélget. Hogyha csak a nagy neveknél maradunk, ugye egy párat már el is soroltunk itt a felvezetőben, vannak-e olyan nevek, akik mondjuk a József Attila díjas írók, költőkön kívül nagyobb számban vonzhatnak majd közönséget, látogatókat, érdeklődőket, mire számítanak? Igen, az országos jelentőségű rangú írók, költőkön kívül Senny Gábor, Petőc András és ugye Hegyi Barbara, aki Jászai Mari díjas színművésznő, ő biztos sok látogatót fog vonzani a Kossuth térre, de hát meg kell említeni a helyi írókat és költőket is. Megyei könyvtárként feladatunk és kötelességünk, hogy a helyi íróknak, költőknek lehetőséget biztosítsunk. És ez az ünnepi könyvhét kiváló alkalom arra, hogy közvetlenül, kötetlen formában találkozhassanak itt helyben, a helyi közönséggel, hogy egymásra találjon az írója az olvasójával. Tehát kiemelném ugye a gyerekek kedvenceit,
Fini Petra gyermekkönyv írót, vagy Kalapos Éva Veronikát, mindenféleképpen a kicsik körében népszerű lesz, de helyi író, költő, akinek ugye az ünnepi könyvhétre jelent meg legújabb verses kötete, Nagy Zsuka, vagy Leffler György, akinek szintén friss verses kötete jelent meg. De bízom benne, hogy nagy népszerűségnek fog örvendeni a Simonyi Óbester Magyar Szabjavívó Iskola is, hiszen velük egy jó együttműködés alakult ki a közelmúltba, és egy különleges párbajkódexet, régi könyveket mutatnak be, természetesen katonai párbaj vívással egybekötve. És a írók, költőkön kívül természetesen igyekszünk társművészetekkel is ötvözni a programokat, így nem maradhat el a zene, és a programokat színesítik például az Artézis együttes, a Zenit együttes, Dolce Trio. Egy különleges ünnepi könyvhét lesz, egy különleges hangulattal, amit még különlegesebbé teszünk, egy különleges attrakcióval, ez pedig a Megelevenedett könyvlapok című elnevezést kapta, ami a Star Wars könyveknek a jelmezes megelevenítést célozza idén. Úgy gondoljuk, hogy ez a téma minden korosztályt megérintett az elmúlt hosszú évek alatt, és a 8 részes film után a könyveket is kezükbe tudják venni, hiszen ennek van egy olyan képi, vizuális világa, amivel meg lehet szólítani a fiatalabb korosztályt is, de természetesen a gyerekek mellett az idősebbek is nagyon kedvelik, és ezek kölcsönözhetőek is a könyvtárunkban. Igen, ezt nagyon szeretik, amikor először látják, vagy előbb látják a filmet, aztán a könyvet, de van, aki fordítva szeret, hogy előbb szereti elolvasni a könyvet, aztán pedig megnézni a filmet. Visszatérve még a könyvekhez és ahhoz az anyaghoz, ami most az ünnepi könyvhét alkalmából megjelent, akár országos szinten, de akár a megyei szinten is említett írókat, költőket, akiknek kimondottan az ünnepi könyvhétre jöttek ki új köteteik. Mit szeretnek olvasni manapság az emberek, vagy mi iránt érdeklődnek, akár hogyha a helyi kortársakat nézzük, vagy akár egy kicsit szélesebb kitekintésben? Mi a tapasztalatuk a könyvtárosoknak? A tapasztalatunk az, hogy egyre közkedveltebb lett a lektőr, ez a könnyedebb kikapcsolódást ígérő regények, romantikus irodalom, a krimi és a sci-fi fantasztikus irodalom. Természetesen emellett vannak, akik a szépirodalmi műveket is olvassák, és keresik a kortárs irodalmat, a kortárs művészeteket, és a kortárs helyi írókat, költőket egyaránt. A szépirodalom mellett pedig az ismeretterjesztő műveket is keresik. Ilyen téma főleg a pszichológia, konyhaművészet és hasonló témákban keresnek az olvasók a könyveket a könyvtárunkban. Mi könyvtárként próbáljuk a verseket is a regények mellett népszerűsíteni. A költészet napja ugye ebből a szempontból nagyon fontos, hiszen a regény mellett a versnek egy másik mondani valója van, és azt, ha gyakran olvassuk, akkor egy kicsit elmélyülünk benne, megtalálhatjuk önmagunkat, megérthetjük önmagunkat, hiszen minden költő, amit el akar mondani, az ott van bennünk, és olvasnunk kell gyakran regények mellett verseket is. Mindig el szoktuk azt mondani, hogy ezt megértetni egy picit nehezebb ma már ebben a digitális világban a fiatalokkal, de azért tudjuk, hogy a könyvtár tesz azért is, hogy a fiatalok is jól érezzék magukat a könyvtárba, és bemenjenek a könyvtárba, és ha már bemennek, és akár a digitális eszközöket, vagy a modern eszközöket használják, akkor is kapcsolatba tudnak kerülni a könyvekkel. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és nyomon fogjuk követni természetesen a következő egy hét program sorozatát.